A Kulturpontot látják, köszöntöm Önöket! Hogyan indult a képzőművészeti kiállítások története Magyarországon? Erre a kérdésre ad választ a Várkert Bazár új kiállítása. A látogatók 120 festmény segítségével ismerhetik meg a Pesti Műegylet tevékenységét és legkiválóbb alkotóit. A Várkert Bazár új kiállítása a Pesti Műegylet történetét tárja a közönség elé, ezen keresztül pedig az is kirajzolódik, hogy milyen fejlődésen ment keresztül a magyar képzőművészet a 19. században. Ilyen jellegű kiállítás nem volt Magyarországon. Ennek egyszerű oka volt, hogy nagyon nehéz megrendezni a kiállítást, hiszen pont azért, mert ebben az időben még nem volt olyan kiforrott a műkereskedelem, döntő többségében a legfontosabb művek azok a Magyar Nemzeti Múzeum képtárába, ugye akkor még ez volt a képtár, kerültek. Sokszor maga az egylet vásárolta meg és adományozta a Nemzeti Múzeumnak, de az itt látható művek és az ebben az időben készült művek döntő többsége közgyűjteményekben van, és hát bizony a közgyűjtemények állandó kiállításán szerepel. Úgyhogy ezt a kiállítást pont most, pont ekkor azért sikerült megrendeznünk, mert partner intézményünkkel, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galériával megegyezve ebben az időszakban alakítják át a Nemzeti Galéria 19. századi tárlatát, és ez lehetőséget adott arra, hogy az ott kiállított számos olyan mű, amely azon a kiállításon, mint állandó darab szerepel, itt lehessen ezen a kiállításon. Úgyhogy most kicsit úgy mondhatnám, hogy minden múzeum, minden közgyűjtemény és mindenki együttes összefogásával teremtődött meg három hónapra az a lehetőség, hogy itt a Várkert Bazár testőrpalotájában együtt lehessen ez az anyag. A Pesti Műegyletet az 1830-as évek végén néhány fiatal értelmiségi hozta létre. Ekkor még Magyarországon nem létezett műkereskedelem, és kiállításokat sem rendeztek. Éppen ezért vetődött fel az a gondolat, hogy nyugati mintára bemutassák a fiatal alkotók műveit. A műegyleti forma azt jelentette, hogy részvényeket lehetett vásárolni, 5 forintért egy részvényt, és mennél több részvényese volt az egyletnek, annál nagyobb lehetősége volt arra, hogy kiállításokat rendezzen, a kiállításokon műtárgyakat vásároljon, amelyet aztán a részvényesek között, vagy amelyek közül aztán többet a részvényesek között kisorsoltak, illetőleg készítsenek minden évben egy úgynevezett műlapot, ez egy sokszorosított grafika, többnyire litográfiai eljárással készült sokszorosított grafika, valamelyik fontos műalkotásról, amelyet minden tag megkapott, minden egyleti tag megkapott, vagy minden részvényes ajándékképpen. Az első magyarországi kortárs képzőművészeti kiállítást 1840. májusában rendezték Pesten. A műegylet tényleges működése és majd negyedszázados virágzása is ekkortól datálható. Ebben a mintegy negyedszázados periódusban az első szakasz az mindenféleképpen a kezdetektől a szabadságharcig tartott. Természetesen 1848-ban, 49-ben nem tudtak kiállítást rendezni. Erre azt tudnám mondani, hogy egy folyamatos fejlődés volt, de nem túl gyors. Tehát nem arról van szó, hogy egy hirtelen sikertörténet és megtriplázódott, vagy megsokszorozódott egyik évről a másikra a részvényesek száma. Inkább azt tudnám mondani, hogy alapvetően azért növekedett. A kezdeti években még elsősorban a külföldieké volt a hangsúly, egyszerűen körülbelül 300 művet állítottak ki egy-egy kiállításon, és nem volt 300 professzionális festmény Magyarországon még ebben az időben. Tehát a műegylet története során végig nyomon követhető az, hogy nagy számban vannak külföldi művészek, sőt, majdnem azt lehet mondani, hogy nagyobb számban, mint a magyarok. Körülbelül az össz műszámot tekintve mintegy 60% volt a külföldi művek aránya. Ez természetesen az évek során csökkent, kezdetben viszont még jóval nagyobb volt. A szabadságharcot követően, amikor újjáéled az 1850-től újra a műegyleti kiállítások,
sorozata, akkor az a változás következik be, hogy már nem évente egyet rendeznek, hanem 1853-tól minden hónapban kiállítást rendeznek, nem 300 művel, hanem körülbelül 80 művel, amely folyamatosan változik, de jóval nagyobb így egy éven belül a műszám. Ez nevezhető talán a fénykornak, és ekkora a legnagyobb a részvényesek száma. Ugyanakkor az 1860-as évek elejétől érezhető a folyamatos kopás és a folyamatos csökkenés újra. Már nincs akkora kereslet a műegyleti kiállítások iránt, vagy a műegyleti tagság iránt, és gyakorlatilag évről évre nem sikerül ezt a csökkenést megállítani, egészen addig, amíg a részvényesek számának csökkenése miatt működésképtelenné válik az egylet. De ebben a 25 éves periódusban, a felfutásban, a csúcsrajáratásban is betöltötte azt a szerepet, főleg az 1850-es évek első felében, hogy a magyarországi művészeti fórumok közül az első számú volt, és ez az az időszak, amikor bizonyos értelemben a hazai képzőművészet az osztrák elnyomás, a bakkorszak elnyomásával szemben is egy nemzeti karakterrel rendelkezett, és bizonyos értelemben nem csak kulturális, hanem politikai szerepet is betöltött. A kiállítás a Pesti Műegylet legjelesebb alkotóinak műveit vonultatja fel, így Barabás Miklós, Marastoni Jakab és Markó Károly egy-egy festményét is láthatja a közönség. Az 50-es évektől egyre több magyar művész kapcsolódott be a műegylet működésébe, ők a külföldi tanulmányoknak köszönhetően professzionális tudás birtokában indíthatták el hazai pályafutásukat. Megpróbáltuk úgy rendezni a kiállítást, hogy a két szinten megmaradjon azért egy laza kronológia az 1840-es évek elejétől a 60-as évek végéig, de ezen belül felvonultatjuk a nagyobb műcsoportokat, amelyek ekkor meghatározták a magyarországi festészetet. Jelesül elsőként rögtön a portréfestészetet, hiszen az a reformkorban, gondoljunk csak Barabásra vagy Marastonira, rendkívül fontos volt. Másrészt az ekkor kialakuló tájképfestészetet, a Markó követő a Markó hagyományt, az ideális tájfestészetet. Ekkor jelenik meg a magyar művészet történetében egy érdekes, nem túl gyakori, de mégiscsak nagy hagyományokkal rendelkező képtípus a csendélet, különös magyar felhanggal, például Seffer Béla munkáival, aki belecsempészi azokat az ötvös művészeti történelmi jelenetek által ábrázoló ötvös műveket a csendéletbe, ami így összekapcsolja a történelmi képet a csendélettel. Az 1850-es évektől válik erős vonulattá az úgynevezett életképfestészet. Barabás Miklósnak a vására induló román család az 1843-as nyitó képe ennek a történetnek, de ezután az 50-es évektől gyakorlatilag egyre inkább, és aztán ez a Munkácsi iskola felé vezetve egyre inkább kedvelt témává válnak az úgynevezett népéletképek, és hát természetesen már a szabadságharc előtt megjelenik, de igazán a szabadságharc és a kiegyezés között válik nagyon fontos, azt kell mondjam, a legfontosabb műfajjá a történelmi festészet, úgyhogy a második emelet nagy része gyakorlatilag ennek a történelmi festészetnek a különböző mestereit, különböző képtípusait mutatja be olyan emblematikus képeken, mint az Rínyi és Frangepán, vagy a Hunyadi László siratása. Természetesen itt a hely adottságai miatt nem arra volt lehetőségünk, hogy a nagy, hatalmas méret vásznak legyenek itt, hanem a hozzájuk legközelebb álló vázlatok, tehát olyan alkotásokat mutatunk a közönségnek, amely hozzávezet, szinte ugyanolyan, mint az eredeti, de megmutatja azt is, hogy a művész hogy készítette, milyen fázisokon keresztül jutott el a végleges, nagy, emblematikus kép megfestéséig. A Nézők és Képek című kiállítás augusztus 7-éig lesz látható a Várkert Bazár testőrpalotájában. A Galéria 12 Egyesület egyik legfiatalabb tagja, Ostyányi Raving Róza szinte végig dokumentálta a Szél Kálmán tér felújítását. A művész először fotókon, majd vásznakon örökítette meg az átalakulóban lévő teret. A különleges festmények most a Galéria 12-ben láthatók.
Dinamizmus, hitelesség és sajátos képi világ jellemzi Ozsgyányi Raving Róza festményeit. A fiatal alkotó gyakran örökíti meg Budapest átalakulóban lévő tereit, legutóbb például a Szél Kálmán tér átépítésének egyes fázisait jelenítette meg a Vásznakon. A képek most a Galéria 12-ben hívják múltidézésre a budaiakat. Ezek az alkotások ezúttal tehát nem több év vagy évtized múltjáról mesélnek, hanem arról a szűk másfél évről, ameddig az egykori Moszkva tér átalakítási munkálatai zajlottak. Róza szerint ugyanis mindig az adott folyamat, a történés a fontos. Mindig a folyamat elejéről van dokumentáció és a végéről, hogy miből mi lett, és igazából a folyamat, ami engem izgat, ami a között van, és amit nagyon ritkán dokumentálnak úgy, hogy megmaradjon későbbre is, és ezeket általában elfelejtik, és csak a végeredményre koncentrál mindenki. Az nagyon tetszett, hogy meghagyták a metró lejáró épületét, ezt a legyezőszerű épületet. Ez nagyon tetszett, hogy egy momentum megmaradt, és ezért még mindig ráismerünk, mert hogyha szerintem ezt elbontották volna, akkor már nem lett volna olyan hangulat. És érdekes volt, amikor befették az alagutat, és az alagút körül ástak, pont ezen a képen is, ami mögöttem van, az volt számomra talán a legizgalmasabb, meg amikor ilyen homokhegyek voltak, és ilyen teljesen átalakult a tér, olyan volt, mint amikor egy ilyen lélegzetvétel. Róza édesanyja ugyancsak festőművész, édesapja pedig restaurátor. Itt szinte egyértelmű volt számára, hogy a művészi pályát választja. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festőszakán szerzett diplomát, majd az első között csatlakozott a Galéria 12 Egyesület tagjai közé. Örömömre szolgált, hogy becsatlakozott hozzánk az idősebb művészekhez, akik a 12. kerületben elég sokan vagyunk. Az ő fiatalossága az kell nekünk is, hogy minket is fiatalítson, és az ő színessége egészen más, mint a mi elképzelésünk, de pont erről van szó, hogy itt több generáció áll itt ki. Na most, amikor én arra gondoltam, hogy ne csak csoportos kiállításokat csináljunk, hanem legyenek önálló kiállítások is, egyedi kiállítások, akkor őt kifejezetten meghívtam, hogy akkor ő rendezzen, és akkor azt mondta, hogy ő már készül egy anyaggal, és pontosan a Szél Kálmán tér felújításával kapcsolatban, és ez nekem egy igazán nagy öröm volt számomra, hogy ő ezt a témát választotta, mert nagyon jól tudjuk és éreztük, hogy másfél évig azért el kellett viselnünk a nehézségeket, hát ez egy olyan óriási és heroikus munka volt, hogy nem is hittük el, hogy ebből valaha valami is lesz. De most igazán mondhatom, szerintem a 12. kerületi lakosok nevében, és én is, aki minden nap arra mentem, jöttem, mentem, és néha én nekem is kicsit nehezen esett a mozgás, meg a téren való átjutás, de kiböjtöltük, és tudtuk, hogy ebből valami nagyon szép lesz, és éppen ezért nagyon örülök, hogy ez a kis fiatal művész megörökítette ezt a heroikus munkának a folyamatait. Mert miután látjuk, hogy már készen van, és birtokba vesszük, pár hónap vagy egy év múlva el is felejtjük, hogy milyen nagy munka volt ez. Tehát ő megörökítette ezt. És én azt hiszem, hogy ez egy fiataltól pláne egy nagy dolog, hogy visszagondol a régi időkre, és ezáltal felértékeli azt a teljesítményt, aminek végül is lett ez a nagy, igazán komoly, fiatalos munka, amire azt mondtam a művésznőnek, hogy férfi munka volt. Sokaknak sokféle emlékük fűződik az egykori Moszkva térhez. A területen a 30-as évek végéig sportpálya működött, majd a közlekedési csomóponttá átalakított tér fokozatosan a fiatalok kedvelt találkozó helyévé vált. Mindez volt, mindez emlékezett, egyéni és közös, mindez történelem. A tér egyszer volt nevét felvéve, múltat és jövőt egyszerre idézve meg létezik újra, talán két hete. De ez már a befejezett állapot, egy még nem létező helyszín rajzolata.
Rozi azzal foglalkozik, ami ezek között van, azzal, amit elfelejtünk, az átmenettel, amiben lepörög minden egyszer volt, és majd megszülető emlékünk. Az építkezés pusztításában saját emlékeink lerombolásától félünk, kapaszkodót keresünk, és persze bosszúsak vagyunk, mert kikerülünk, átszállunk, gyaloglunk, és nem tudjuk, mikor lesz végre vége. Ezeken a képeken a nagy, erőteljes gépek uralkodnak, azt a lenyűgözöttséget idézve, amit láttukon a kisgyerek érez. Az emberek, még ha tudjuk is, hogy ők irányítanak, ahol megjelennek, elnagyoltak és jelzésszerűek. Félelmetes és fantasztikus gépek végzik a munkát, még ha sokszor kisméretűvé szeridített festményeken is. Belemerülhetnék így abba a képek előtt állva megfogalmazott másik lehetőségbe is, hogy hányféleképp jelenik meg a művészettörténetben ez a téma, a munka, a gép és az ember, de általában a veduta vagy épületábrázolás is. Történészek gyakran hívnak segítségül ilyen metszeteket, később fényképfelvételeket, hogy egy-egy épület vagy városrész felépülésének történetét rekonstruálni tudják, megpróbálják megérteni egy város kialakulásának logikáját, és a mögötte sorakozó hatásokat, körülményeket, befektetőket és háborúkat, gazdasági virágzásokat és válságokat. Rozi képei egészen biztosan illeszkednek ebbe a nagy tradícióba, a városi látkép, az építkezés, az ideológikus tartalmaktól soha el nem választható fejlődést, alakulást őrző ábrázolások közé, de azt hiszem nem dokumentatív céllal készültek. A szikár már-már kemény témaválasztásba gyermeki rácsodálkozás vegyül, az érzelmi közönséget objektív, fotográfia által is megtámogatott távolságtartás oldja fel kicsit. Az Átalakulóban című kiállítás június 11-ig lesz látható a Galéria 12-ben. Elkezdődött a Zenélő Budapest programsorozat. 3 hónap alatt 10 helyszínen adnak több mint 500 minikoncertet világszerte ismert művészek. A témával kapcsolatban vendégünk Götz Nándor, a fesztivál zenei vezetője. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Mielőtt a konkrét programokról ejtenénk szót, beszéljünk először is arról, mi adta a Zenélő Budapest alapötletét. Az alapötlet úgy született, hogy a Saxofon Kvártettemmel volt egy koncertünk, aminek az volt a címe, hogy Séták New Yorkban, vagy New York-i séták, és ez egy olyan érdekes koncert volt, amin vetítettünk New York különböző részeiből, és a hozzájuk kapcsolódó zenéket játszottuk, úgy, mint a Metropolitan Operánál egy opera részletet a Broadway sugárúton járva, a Broadway zenéjéből merítettünk, a West Side-on sétálva, West Side Story-ból játszottunk, és ez egy ilyen tematikus koncert volt annak idején. És édesapámmal már többször dolgoztunk együtt. Volt egy fény- és hangjáték tervünk is, amit megvalósítottunk a Citadellán ezelőtt 10 évvel. Én zeneművész vagyok, édesapám meg díszlettervező, és az ő ötlete volt, hogy mi lenne, hogyha ezt a New York-i sétákat megpróbálnánk Budapesten megcsinálni, méghozzá élő koncertekkel. Így született egy séta koncertsorozatnak az ötlete meg. Mennyire volt ez egy úttörő vállalkozás? Külföldön vannak-e hasonló rendezvények, vannak-e előképek? Megmondom őszintén, hogy csodálkozom is azon, hogy hasonló program még nem született máshol, legalábbis én, mint muzsikus, ugye rengeteget tudom, nem találkoztam ilyen vállalkozással, de nem kizárt, hogy a jövőben létrejönnek hasonló tervek máshol. Gondolom, nagyon sokan voltak a tavalyi programokon is, és nagyon sokan ismerik, hogy miről szól a Zenélő Budapest, de arra kérem, hogy azok kedvéért, akik még nem láttak ilyen koncertet, minikoncertet, összegezze nekünk, hogy mitől más ez, mint egy hagyományos koncert. Először is azt találtuk ki, hogy mini koncerteket szervezünk. Ennek az az egyik előnye, hogy nem kellett fölépítenünk egy nézőteret, hanem a nézők tulajdonképpen egy 20 perces kis koncertet végig tudnak élvezni bármelyik helyszínen, anélkül, hogy leülnének. Kvázi egyik helyszínről a másikra át tudnak sétálni, és különböző zenei csemegékkel találkoznak. A másik alapötlet az volt, hogy a koncertek tematikusan valamilyen módon kapcsolódjanak a helyszínhez. A Bazilikánál például harangjátékot látunk. A Magyarságházánál elsősorban magyar műveket játszunk, és így tovább, és így tovább. De tulajdonképpen az itteni lakosok is, és a turisták is össze tudják kapcsolni a zenei történéseket a
város történelmével. Az idei rendezvény mitől lesz más, vagy miben lesz más, mint a tavalyi volt? Természetesen tapasztalatokat gyűjtöttünk az első sorozattal kapcsolatban, és ezeket megpróbáltuk értékelni olyan szempontból, hogy mit lehetne változtatni, természetesen mi lehetne még jobb. Az egyik nagy változás az, hogy több koncertet látunk idén. Tavaly, ha jól emlékszem, 320 koncert körül volt, idén már 520 koncertet adunk, ilyen kis apró koncertet a városban, és közelebb tettük a páros koncerteknek a kezdési időpontját. Ez azt jelenti, hogy minden helyszínen, minden nap két kis koncertet tervezünk, nem egy óra különbséggel, hanem csak 10 perc szünetet tartunk, így akinek megtetszett az első 20 perces kis koncert, könnyen megvárhatja a másodikat is, és ott egy másik műsorra kedveskedünk nekik. Nekiknek a figyelmére számítanak. Én azt, az egyik ilyen Kodály küldetés egy picit ebben, hogy szeretnénk a komoly zenét jobban megszerettetni az emberekkel, még olyanokkal is, akik egyébként nem járnak koncertre. Ezt talán úgy érhetjük el, hogy a legjobb zeneszerzők legjobb műveinek legjobb részleteit játsszuk, azoknak is az eszenciáját, amikre könnyen felfigyelnek, megjegyzik a dallamát, és szívesen visszatérnek ezekre a hangversenyekre. Említene néhány példát? Volt olyan esemény tavaly például, hogy a Bazilikánál játszottuk a Schubert Ave Máriáját egy harangjáték átiratban, és egy kis gyermekcsoport, egy olasz gyermekcsoport arra sétált, és felismerték a dallamat, és elkezdték kórusban énekelni. Kiderült, hogy ők egy tulajdonképpen kis mini kórus, és a repertoárjukban szerepel ez a darab, és el is énekelték. Hát tulajdonképpen az a régi, igazi közhelyen szólva a Tetőfedő is ezt fütyüli című történetet szeretnénk létrehozni, észrevétlenül becsempészni az emberek hétköznapjaiba a kultúrát. A programokról még egy picit ejtsünk szót, hogy hol lesznek a főbb helyszínek. Azt említette, hogy a helyszínekhez kötődő darabokat is játszanak, de mégis hol lesz a legtöbb koncert? Felsorolnám a helyszíneket. A Vajdahunyad várában természetesen erdélyi népzenét játszunk, mert hogy a Vajdahunyad vára eredeti formájában Erdélyben áll. A Magyarság házánál, mint említettem, főleg magyar műveket, ott egy opera énekes énekel, többek között Erkel Bordal című művét. Magyar népdalokat hangszereltem ezen kívül a számára, egy fafúvos együttes kíséri. A Várkert Bazár reneszánsz udvarán egy szaxofon együttes játszik, multizéző dallamokat, az azt jelenti, hogy Strauss műveket, olyan hasonló repertoárral, mint az újévi koncerteken szoktuk hallani. Várkert Bazár glóriettjén, ami egyébként önmagában is adja a részfúvós fanfár hangulatát, huszárruhás részfúvósok játszanak, méghozzá koreográfiált koncerttel. Az azt jelenti, hogy a számok közben is, és a számok között is különböző formációkat vesznek föl, és különböző akusztikai élménnyel örvendeztetik meg a közönséget. A Szent István Bazilikánál, mint említettem, egy harang állványt építettünk fel. Ez a harang állvány egész nyáron ott áll tulajdonképpen, és hetente 3 nap, összesen 6 alkalommal kis koncertet játszunk. Egyházi népénekek, Bach művek, és olyan darabok, mint a Schubert Ave Máriát egy közismert művekkel kapcsolatban, amit az egyházhoz, katolikus egyházhoz köthető, de ezen kívül még más művek is megszólalnak. Idén azzal változtattunk a műsoron, annyiban, hogy egy fóla művész is közreműködik, és ő is játszik néhány szólószámot a harangjáték kísérettel. Van egy nagyon érdekes játékos programunk, ami a Deák tér, Vörösmarty tér, Vigadó tér vonzás körzetében működik. Eredetileg két
riksára gondoltunk, hogy a riksákon zenészek ülnek, és mint vándormuzsikusok körbejárják a belváros legszebb részeit, és ezeken a riksákon muzsikálnak. Végül úgy döntöttünk, hogy a két kürtös úriember gyalog teszi meg ezt az utat, és a riksások hozzájuk csatlakoznak a két fogolistával, és egy nagyon érdekes játékos koncertet találtunk ki, egy programot, ami a improvizatív jellegével úgy tud csatlakozni, hogy a klasszikus darabokban jazz improvizációkat is hallunk. A műcsarnoknál a műsorunk klasszikus, de ott is egy jazz hangszerezés, egy picit könnyedebb hangvételű programmal várjuk az érdeklődőket, és végül a Margit szigeten egy hölgyvonós négyes játszik, rokokó ruhában játszanak, klarinét művész közreműködésével. A zenészek számára ez egy jutalomjáték lesz? A kamarazenélés az mindig jutalomjáték a zenészek számára, hiszen, hogyha belegondolunk, egy zeneművésznek a Zeneakadémiát elvégzi és kijön a diplomájával, egyrészt nagyon nehezen kap munkát, másrészt elsősorban vagy zenekarban helyezkedik el, ahol általában azért egy karmesternek az ízlését kell, hogy kiszolgálja, vagy szólista pályát választ, ami egy gyönyörű pálya, de egy nagyon megterhelő és nagyon magányos műfaj. A kamarazene az, amit általában a zenészek nagyon nagy örömmel és a legnagyobb kedvel művelnek, és szeretnénk ezt az örömet, ezt az örömzenélést is sugározni kifelé, hogy ez mennyire nagyszerű dolog. Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy reagálnak. Egy célzott közönség, illetve egy olyan közönség mondjuk a meghirdetett koncertre jeggyel érkezik, az természetesen végigüli a hangversenyeket. Itt egy nagyon erős kritikával találkozhatunk akkor, hogyha látjuk, hogy valaki megáll egy koncerten, és utána nem hallgatja végig. Nekünk az a célunk, hogy olyan minőségű és olyan programot kínáljunk az embereknek, amit egyre többen végig fognak hallgatni, annak ellenére, hogy nem ezzel a célra érkeztek. Azt lehet tudni egyébként, hogy hány embert sikerült megállítani, megszólítani tavaly? A tavalyi év az egy ilyen kezdő év volt. Az egyik tanúságunk az volt, hogy azért a programok reklámozására is több energiát kell fektetni. Ennek ellenére nagyon sok vendégünk volt, és kifejezetten sikeresnek volt mondható az első év. Ennek tudható talán be az, hogy idén is megrendezhettük ezt a sorozatot. De idén van például egy Facebook oldalunk, lesz egy TV spotunk, amivel reklámozunk, különböző reklámfelületeken is megjelenünk, és a Facebook oldalunkon például le tudjuk mérni, hogy hányan látták a hirdető táblánkat, ahol a Facebook oldalon olvasható, hogy hányan érdeklődnek, és hát már most az első hétvégén több ezer látogatója volt az oldalnak, úgyhogy ez azt jelenti, hogy igenis van egy komoly érdeklődés ezzel. És idén is siker lesz. Hol lehet a programoknak utána nézni? A Facebook oldalat szeretném mindenképpen javasolni, ezen kívül van egy szórólapunk, amit minden helyszínen, minden koncerten a koncert ügyelője átad minden érdeklődőnek. Ezen egy részletes program látható, pontos óra, perc meghatározása, hogy mikor kezdődnek a helyszíneken a koncertek. Ezen kívül a Fidelióban is, az ingyenes újságban is hirdettük ezt a műsort, úgyhogy azt hiszem, hogy elég sok emberhez el tudunk jutni. Tavaly ugye nagyon kegyes volt az időjárás. Mi történik akkor, hogyha beborul az ég, és hirtelen ellered az eső, akkor is megtartják a koncertet, vagy akkor halasztanak? Tavalyi tapasztalat szintén volt olyan koncert, hogy közben elkezdett esni az eső, és ilyenkor mindig a zenészeken múlik, hogy hogy döntenek, illetve az ügyelőn, hogy megtartjuk-e. Természetesen, hogyha már villámlik, és a nézők már elfutottak, akkor abba hagyjuk. De volt olyan koncertünk tavaly, hogy elkezdett esni az eső, a nézők mégis végig szerették volna hallgatni a koncertet, és megtartottuk az előadást. Tehát csak nagyon szélsőséges körülmények között maradhat el egy hangverseny. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Nagyon köszönöm én is a meghívást. Friss Kultúrponttal minden szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!